egy nap. A magyar paraszti kultúrában a télűző szokásoknak, a nyárhoz kapcsolódó aratóbáloknak és az őszhöz tartozó szüreti mulatságoknak településünkön is komoly hagyományai voltak. Pár évvel ezelőtt fiatalok egy csoportja a szüreti fesztivált és az ehhez kapcsolódó szüreti bál hagyományát feldolgozva visszahozta a település életébe ezt a programot. Idén is 40 fiatal készülődött a fesztiválra október 14-én szombaton. A régi koreográfiának megfelelően a népviseletbe beöltözött csikós fiúk minden egyes úgynevezett csikós leányt felkeresett vecsésen, akiket az esti bálra kikérhettek a szülőktől. Az eladósorban lévő leányok szülei, akárcsak a 19. század végén, most is mindenféle finomságokkal várták a fiatal embereket. A falusi iskolában megrendezett szüreti bálra több mint 500-an váltottak belépőt, ami egyértelműen jelzi a rendezvény sikerét. A szüreti koszorú azt jelképezte egykoron, hogy a házban eladósorban lévő bálózó leány lakik, és jöhetnek érte a csikós legények. A népviseletbe öltözött leányzó most is izgulva várta a fiúk érkezését, akik már egy lovaskocsira való lányt kikértek a lányos házaktól. A kikéréshez persze tánc és dukát, és az a fiú, aki csak csetlet botlott, annak nem adták oda a bálba a kiszemelt leányzót. A szüreti mulatság szabályaira a szigorú kisbírók ügyeltek, akik a hatalmukat és nagyságukat egy hatlovas hintóval érzékelték az összegyűlt néppel. A csikos legényeket és a vendégeket süteménnyel és jófajta borokkal kínálta a háznépe. Amikor minden leány a kocsira került, akkor először a városháza elé kellett vinni a lányokat, és ott kellett bemutatni a fiatal pároknak a táncos felkészültségüket. Ha a kisbírók rábólintottak a párok tánctudására, akkor este kezdődhetett a bál, ami nyitó tánccal indult. A 40 fiatal táncos dübörgése kellő hangulatot adott most is az éjszakában nyúló mulatozásnak, ahol nagy csintevésnek számított 100 évvel ezelőtt is, ha valaki a terem díszítésére felhasznált szőlőt vagy süteményt el tudta csenni. Ha valakit elkaptak, akkor azt most is szigorúan megbüntették a kisbírók. A jól sikerült egésznapos mulatozás fő szervezője egy középiskolás fiatalember volt. Ezt a mai napot kik szervezték, kinek a nevéhez fűződik? Kik csinálták? Egy 40 fős táncsoport vállalta magára, hogy ezt az idei szüreti bált megszervezi, illetve a 4 szürkesörőző vállalta magára az italfogyasztást, és a vacsorát pedig a Monger család vállalta magára. Beszélgettünk, és kiderült, hogy egy 17 éves fiatalemberenek a főszervezője. Honnan a bátorság, hogy 17 évesen egy egész várost megmozgató rendezvényt hozzatok össze? Valóban ez 17 évesen én szerveztem ezt a bált, de szerintem ennek nincs jelentősége. Mindig is szerettem volna egy ilyen bált szervezni. A bátorság pedig onnan adódik, hogy családom, illetve rokonaim mellettem állnak, illetve akik a táncsoportban vannak, mindenben támogattak engem. Ugye mai nap az nem a bulival kezdődött a bállal, hanem egésznapos rendezvények voltak, tehát a lányokat kellett kikérni. Ezek a fiúk, lányok honnan toborzódtak össze? Kik álltak be ebbe a csapatba? Többségében mind ismerősöm, akikről tudtuk, hogy szerettek volna születisek lenni, de mind központi, illetve falusi gyerek, de szerencsénkre, aminek örülök, hogy a Petőfi téről, illetve a Halmi téről is már tudtunk embereket ehhez a rendezvényhez szerezni. Nem szerezni, hanem megkértük őket, hogy levegyenek részt ebben. Ennek az egész napnak egy koreográfiája volt, és a táncoknak is volt egy koreográfia. Ki tanította be a táncokat? Évek óta Fazekas József, illetve felesége Fazekas Ita van megkérve arra, hogy a táncot tanítsa be. Minden évben újabbat és újabbat tanít be, aminek nagyon örülünk. Hát nem kis feladat egy ilyen táncot betanulni. Ennek az egész mai napnak melyik volt a legnehezebb része? Szervezőként, főrendezőként? Szervezőként az egész hét egy nagyon veszélyes hét. De a legnehezebb tám a fiúknak a lovaglás, a lányoknak pedig az, hogy ugyanabban a csizmában kell lenniük egész nap, amiben vannak, ami elég kényelmetlen már ilyenkor este. Hát mindenképpen jó kellett előkészíteni, és a főszervezőnek a munkáját dicséri, hogy tömve van a falusi iskola tornaterme. Hát közel 600-700-an vannak? Közel 500-an vannak csak. De az az igazság, hogy ennél többet nem is ki vagyunk képesek befogadni. Ez most már a második év, hogy ilyen szép számmal jelennek meg. Hát nem tudom, hogy mi ennek az oka. Úgy látom, hogy mindenkinek tetszik a szervezés, mert a tavalyi nagy sikert adott, gondolom, úgy gondolták, hogy az ide is egy sikeres bál lesz.
Ez mennyiben üzleti vállalkozás, vagy voltak támogatók, akik valamivel segítették a ti munkátokat? Üzleti vállalkozásnak nem mondanám, mindenki, aki elvállalja, a szívességből vállalja, azért, mert egy hatalmas nagy buliba szeretne benne lenni. Anyagilag elég megterhelő, de a Vecsési Vállalkozók Szövetsége, a Vecsési Önkormányzat támogatott minket, illetve vannak tombola felajánlások, amik Vecsés központjából, illetve különböző üzleteiből kerülnek ide felajánlásra. Így azt mondom, hogy zökkenőmentesen le lehet bonyolítani ezt a bált. Ennek az üzleti bálnak egy külön attrakciója, ez a sok dísz, ami itt függőként vagy függelékként vannak felakaszgatva, a gyümölcsök, kifli, csokoládé, ugye ezt hivatalosan is el lehet lopni, igaz, következményekkel. Igen, az a hagyomány, hogy a születések pénteki napon, a bál előtti napon ezeket felakasztják ezekre a különböző zólótokra, amik itt mennek keresztbe, és az a hagyomány, hogyha valaki, egy vendég leszakít egyet, akkor a születések elkapják, és a bírók elé viszik, akik egy bizonyos összeget szabnak ki érte. Ugye ez az összeg is a bevétel része. Igen, ez az egyik bevételösszeg, a másik pedig a tombola, a harmadik pedig a koszorúnak a licitálásának az ára. Előbb elárultad nekem, hogy 17 évesen kiöregettél ebből a szervezésből. Jövőre már biztos, hogy nem te csinálod a szüreti fesztivált, szüreti muradságot. Kik fogják továbbvinni ezt a hagyományt? Hát remélem, hogy a mostani táncsoportból valaki lesz olyan bátor, hogy ezt elvállalja, de megmondom őszintén, nem nagyon szeretnék vele foglalkozni, szóval ez nekem az utolsó évem, de megígértem nekik, hogy ha bármilyen segítségre van szükségük, nagyon szívesen segítek nekik.